Sziasztok srácok! A mai napra hoztam nektek egy újabb teória videót, ugyanis újabb teóriák kezdtek el terjengeni a The Nothingról. Meg lehet, hogy már a dokumentumok közötti skinek között is ott volt a Nothing skin, csak eddig nem tudtunk róla, erről beszélni fogunk. Egy újabb crossover-t fogunk kapni, ugyanis érkezni fog a Fortnite-ba a Dr. Wu. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Ghostin Rider. Ezt az Item Shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod. Szóval a The Nothing. Eddig annyit tudunk róla, hogy az utolsó valósághoz tartozik, ugye a Herald idézi meg úgymond a szigetre, és folyamatosan manipulálja Bytes-ot egy tévén keresztül. Röviden, tömören ennyit tudtunk róla a napokban, most viszont jöttek új infók. Azt például tudtátok, hogy a The Nothing bent volt már a Save the World-ben évekkel ezelőtt. Ugyanis Kenny Valley-ben van egy olyan küldetés, hogy egy jel erősséget kell ellenőrizni, és ugye az van a leírásban, hogy találjuk meg a forrását, a homebase-ünknek a rettegésének a forrását, tehát valamiféle olyan forrás kell tele találni, amilyen fura dolgok vannak, mint például a motelekben, éttermekben, meg hasonló helyeken. És ugye lente bírva is van, hogy a The Nothingnak a forrásait kell megtalálnunk. Ebben a küldetésben igazából nem sok minden derül ki a The Nothingról, ugye különböző helyekre el kell menni, majd ugye mondják, hogy ez a The Nothing lekerült az listáról, de lényegében nem nagyon beszélnek róla. Minden esetre nagyon furcsa, hogy már 4 évvel ezelőtt a Save the World játékmódban is felbukkant a The Nothing, szóval úgy látszik, hogy az Epic Games nagyon régóta tervezi ezt a karaktert behozni, ez körülbelül olyan régi lehet, mint a Storm King. Ugye régen nem sok mindent tudtunk a Storm Kingről, viszont a mai szemmel már olyasmi lehet Storm King, mint egy utolsó valóság fegyvere. Ugyanis ha belegondoltok, a Storm King nem tudott beszélni, csak konkrétan tornádóként támadt. És ugye olyan, mint egy fegyver, egy Kevin kockába épített szörnyeteg, ami ugye megtámadja a szigetet. Ugye amikor a Save the World-ben legyőzik a Storm King-et, akkor egy Kevin kockává átalakul, de ugye a történetet eléggé megváltoztatták régen, lehet, hogy már nem kötődik a Save the World a Battle Royale-lal. Minden esetre akkor is furcsa, hogy a The Nothingot megemlítették, illetve még ugye előbukkant Kevin kocka és a Storm King. Sokan azt állítják, hogy a dokumentumok közötti skinek közül ez lehet a The Nothing skin. Ha közelebbről megnézzük ugye, akkor a színek full ezüst, kicsit olyan, mintha tényleg kromozott lenne, illetve tényleg egy ilyen Halloween-i szörny beütése van, illetve ha fejét megnézzük, akkor egy ilyen koronaszerűség van rajta, illetve ott van még ez a rombuszszerűség. Ilyen rombusz volt ugye a Cube Queen-nek a nyakláncánál, a nyakánál, illetve az utolsó valóság anyahajónál is ilyen rombusz volt. Végül is én simán el tudnám képzelni, hogy tényleg ő lesz a The Nothing, hiszen eléggé menő nézne ki, és tényleg egy ilyen ijesztő karaktert kapnánk így a Fortnite mérzre, ugye ami jövő héten fog érkezni, amit nagyon várok. Már csak az itt a kérdés, hogy hogyan fog megérkezni a szigetre. Nos, az a teóriám, hogy a Herald fogja a Zero Point segítségével áthozni a szigetre. Ugyanis, mint tudjuk, különböző riftek jelennek meg az égen, ugye van egy Loot Lake felett, illetve a Grim Gables-nél is megjelent egy, és ugye egy új helyet is kaptunk a rift miatt, viszont szerintem ezeket a rifteket a Herald okozza. Ugyanis Herald rá van csatlakozva a valóság fára, legalábbis figyeli egy gömbön keresztül. De szerintem olyasmi lehet a háttérben, hogy azért van kihalva a valóságfa, mert a Herald elszívja az erejét, és ugye a valóságfa pedig a Zero Pointból táplálkozik, magyarán a Zero Point a valóságfával van összekötve, és így szívja el Herald, és így fogja a rifteken keresztül megidézni az utolsó valóságot és a Nothingot. Mert ugye ha visszaemlékeztek Chapter 2 Season 8-ban, akkor egy óriási riften keresztül érkezett meg az utolsó valóság, és meg lehet, hogy Herald szépen, lassan, folyamatosan töredezi szét a burkot, ugye ami a Zero Point körül van, a sziget körül, és meg lehet, hogy ha nagyon sok repedést csinál, akkor egy hatalmas rift fog megnyílni. Ami biztos, hogy a valóságfa a Fortnite mérzre meg fog változni, és közel lesz a Nothinghoz. Meg lehet, hogy végre Midas is vissza fog kerülni a történetbe,
Ugyanis Donald Mustard kirakott egy tweetet, hogy megszerezte a Midas Rex figurát, és nem tudom, régen beszélt arról, hogy Midas nem halt meg, konkrétan kijelentette, hogy életben van, és szerinte vissza fog térni, és szerintem is, hiszen valahogy mindig a képbe kerül. Ebben, vagy a következő seasonben érkezni fog egy újabb Doctor Who crossover, és most már nem csak egy graffitit fogunk kapni, meg egy kreapályát, hanem meg lehet, hogy tényleg Doctor Who itemek, skinek, gliderek, vagy valami érkezni fog a Fortnite-ba. Ezt több leaker is megerősítette. Mondjuk azt adnám, ha a Doctor skin egy legendary skin lenne, és több Doctor közül lehetne választani különböző stílusban, mondjuk ezt adnám, illetve még ugye TARDIS-t megkaptánk gliderként. Megkaptuk a 2022-es Winterfest első hivatalos képét. Igazából nem sok mindent árul el, hiszen a Winterfest, mint tudjuk, ez a karácsonyi season lesz majd season 5-ben. És ez egy, inkább ez egy kreatív kép lenne, ahol látszólag ugye nagy szerepet fog játszani majd a kard és a kalapács, ami ugye bekerült kreába, a mini device. Mondjuk én kicsikét örülnék, ha mondjuk a BR részen is kicsikét nagyobb szerepet kapnának a közelharci fegyverek. Esetleg egy olyan season-t kapnák, hogy nem lövöldözni kell, vagy kevesebb lenne a range fegyver, és több melee fegyver lenne a játékban. Elméletileg még idén érkezni fog a Kreatív 2.0, és ha nem is ebben a seasonben, de a következőre már nagyon tervezik, körülbelül decemberre ígérték. Annyit kell tudni még a Kreatív 2.0-ról, hogy ez is csak kis PC-re fog érkezni, konzolon nem lesz. Hát srácok, a mai napra ennyi mindent tudtam nektek hozni. Ha tetszett a mai videó, akkor dobjatok lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. A héten még biztosan találkozunk, ugyanis készülőben van egy Zero háború képregény elemzős videó, illetve készülőben van még egy Fortnite történetek videó is. Én viszont srácok, mára mentem, én Ghosty Rider voltam, sziasztok!